régi álma vált valóra a encsieknek és az abaújaknak, hogy végre meg tudtuk nyitni az encsi tanúszodát. 1988-ban épült az első úszoda közadakozásból főként, amit birtokba vettek az encsi gyerekek és fiatalok, és hozzászoktak ahhoz, hogy nem csak a Hernádon lehet fürödni vagy úszni, hanem az úszodában. A jóhoz hamar hozzászokik az ember, és ezért vették sajnos szomorúan tudomásul, hogy 30 év alatt az idő vasfoga megette a régi úszodát, mert nem kellően tartották rendben, karban, és ennek köszönhetően 2015. szeptember 1-én be kellett zárni, mert életveszélyessé lett. És ezért az úszoda nyitás ma dupla öröm. Hiszen több éven keresztül nem volt lehetőség arra az abaújaknak itt a térségben, hogy úszásoktatásra járjanak, tehát ezért dupla öröm a mostani megnyitás. Nem volt könnyű, hiszen harcot folytattunk azért, hogy egyáltalán a járási úszoda programba bekerüljön Encs, és a választókerületemben még Cigán. Aztán harcoltunk azért, hogy a második körbe sikerüljön ott ragasztani. Ehhez mind persze költség kellett. Köszönhetően a kormány támogatásának végül is sikerült 2017-ben a kormány határozattal eldönteni, hogy itt úszoda épül. És ez nagyon nagy dolog a térség mindennapos testnevelési oktatásában, az úszás oktatásában. 28 településről járnak ide gyerekek és maga Encs városa. És ez nagyon fontos a gyerekeknek a testnevelésében, az egészséges életmód kiválasztásában. De emellett ez az úszoda szolgálja a tanórákon kívül a szórakozni vágyókat, akik felfrissülni szeretnének. A tanúszodának van egy fontos funkciója, hogy itt a városban és a város környéki polgároknak az igényeit kielégítse. Van rá igény már jelentkező, és ezt örülünk, hogy ez egyfajta idegenforgalmi látványosság és lehetőség is az ide látogatóknak. Ez lendíteni fog az abaúji térség idegenforgalmán is, hiszen most itt az M30-as bárhonnan hamar megközelíthető. Ezért örülök annak, hogy korábbi polgármester úrral, Szeles Andrással érdemes volt és a korábbi képviselőtestülettel harcba szállni. Nyugodtan használhatom ezt a szót, mert nem volt könnyű meggyőzni a döntéshozókat, hogy itt is legyen úszoda, és még időbe kerüljön be, hiszen a Covid közben sajnos közbeszólt, megnehezítette a beruházást, de végül is, hál' Istennek, itt vagyunk ezen a mai napon. Én azt kívánom, hogy minél több abaúji gyerek tanuljon meg itt úszni, és ha jól visszagondolok, akkor én több mint 50 évvel ezelőtt, mint fonyi gyerekként Hernádban tanultam meg úszni. Más világ volt, más formáció, ma már megváltozott ez a modern világ, és én azt kívánom, hogy minél több abaúji gyerek tanuljon meg úszni, éljen egészséges életmódot azzal, hogy minden nap használja ezt a műfogát. Gratulálok Encsnek, és ahogy kezdtem a beszédemet, megígértük, megépítettük. És hál' Istennek most már birtokban vehetik a gyerekek ezt a csodálatos építményt. Az eredeti összeget felülírta a Covid és az egyéb költségek emelkedése, több mint 1 milliárd forint, ez egy óriási összeg, és hát a legnehezebb időkben, amikor a Covid közbeszólt, aztán a háborús költségvetés lelassította az építkezést, bizony ezért fontos az, hogy végül is ez 2,5 éves munka után itt áll teljes valójában.